Egy új szemléletet próbáltunk meg bevinni nyilván magába a kastély működtetésébe és üzemeltetésébe, és ezzel azt gondolom, hogy egy picikét talán nekünk is szerepünk volt abban, hogy sikerült felrázni a magyarországi múzeumi életet. Egy picit más szemlélettel közelítettünk ehhez a kastélyhoz. Továbbra is a műtárgyaknak a védelme egy nagyon fontos, mondhatom azt, hogy talán elsődleges feladatunk, de ehhez egy olyan élmény alapú kiállításokat próbáltunk megszervezni, amik nyilván családbarátok, populárisak, múzeumpedagógiai foglalkozásokat kezdtünk létrehozni, már nagyon-nagyon régen, akkor még nem tudtuk, hogy ezt múzeumpedagógiának hívjuk ezeket a foglalkozásokat, de picit közelebb vittük az ideérkező, különben jelentős számú diákhoz magának a múzeumnak a kiállításait. Ma már úgy hívjuk ezeket, ahogy mondtam az előbb, hogy múzeumpedagógiai foglalkozások, ahol múzeumi környezetben egy picikét másként, de normál tanórai anyagokat vagyunk képesek átadni. Egy múzeumnak szerintem missziója van. A misszió az, hogy bemutassuk a diákoknak, az ideérkező látogatóknak, hogy a minimál dizájnon kívül is van élet, hogy ezek értékek, és amiket az elődeink értékeket teremtettek, ezeket jó, ha tudjuk értékelni, és jó, ha meg tudjuk élni. És ahogy az elején is mondtam, egy időutazásra invitáljuk az ideérkező látogatókat, és próbálunk olyan programokat teremteni, amikor a látogató valóban elhiszi, hogy ő vendégségbe jött a Festetics herceghez, mert bármely titkos ajtó mögül kiléphet, akár a hercegné, akár egy szolgálólány, és ez része is a programunknak, ezen kívül ugye gyertyafényes, kórhűruhás tárlatvezetéseket hozunk létre, tehát olyan populáris programokat próbálunk és próbáltunk teremteni az elmúlt időszakban, aminek azt látom, hogy megjött az eredménye. Ugye nagyságrendileg 10 éves múltról beszélünk. Én azt a vezetéselméletet tartom fontosnak, hogy a bizonyos szakterületekhez minél inkább értő kollégákkal vegye körbe magát egy menedzservezető, mert akkor a szakma abszolút jelen van, és a vezetőnek semmi más feladata nincsen, mint koordinálni, illetve súlyozni a különböző szakmák közti egyensúlyt ki kell alakítani, és ezzel tudunk azt gondolom, hogy jól előre felé menni. Illetve nagyon fontos az, hogy fejlődni tudjunk. A feladatunk az, hogy mindezt úgy tudjuk átadni, hogy még generációkon keresztül ezt meg tudjuk őrizni. Nagyon fontos még egyszer a műtárgyvédelem és a műtárgyaknak a beszerzése, vagy akár visszaszerzése. Nagyon sok műtárgyat szereztünk már, vagy hoztunk már vissza a kastélyba, amik eredetleg itt voltak, elkerültek más helyekre, más múzeumokra, magángyűjtők tulajdonába kerültek, és ezeket különböző árveréseken felkutatjuk, megpróbáljuk megvásárolni. Egészen sikeresek voltunk benne az elmúlt időszakban, és amikor egy-egy pályázatot, egy-egy programot valósítunk meg, ott is mindig azt tesszük, és mondhatnám, hogy könnyű dolga van itt egy igazgatónak, mert a Festetics-ek mindent nagyon jól kitaláltak. Semmi más dolgunk nincsen, mint ezeket, ezt a milliót, ezt a hangulatot, azokat az értékeket visszaszerezve, visszaállítva. Megpróbálunk tényleg egy olyan kórhű hangulatot kialakítani, hogy a látogató valóban azt érezze, hogy vendégségbe érkezett a Festetics herceghez.